A Tamási Aranyalma Waldorf iskolában az ötödikesek futással indítják a napjukat, ugyanis már a májusi ókori olimpiára készülnek. Most jelen pillanatban 51 gyermekünk van, 5 osztályban, tehát 5 évfolyamon, és hát a mindennapjaink az, ahogy látszik is, egy eléggé színes. Most jelen pillanatban sok mindenre készülünk, az ötödik osztályosokkal reggelente mi már futunk, mert az ötödik osztályban az olimpiára készülünk, ami majd májusban következik el a mi életünkbe, minden Waldorf iskola ötödik osztályában. Egy ókori olimpián veszünk részt, és ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás számunkra. A harmadikasok most éppen a magyarság epohájuk keretében ijászkodnak, és aztán utána bejönnek a tanterembe, és ott folytatódik a nap. Mi az ötödikesekkel ezután, majd a futás után a János Vitézzel foglalkozunk, és azt dolgozzuk fel drámaját, játékformájában, amit majd a közönség láthat. 19-én, november 19-én lesz a Mártonnapi vásárunk, és akkor, mint vásári komédiát fogjuk előadni ezt a János Vitézt feldolgozást az ötödikesekkel. És hát a többiek, a kisebbeknek pedig kezdődik a nap, ők lassan mennek be, és a reggeli készfogás és a fohász után elkezdik az órai munkájukat bent a tanteremben. Az iskola negyedikesei is szabad levegőn kezdték meg a párás őszi napot. A Waldorf iskolákban hozzátartozik az, hogy reggelente van egy kis ritmikus rész, tehát ez a főoktatásunkba beépített elem, úgyhogy mindenképpen a mozgás is nagyon fontos. A másik hozadéka, amit már említettem, hogy megtanulnak egymásra figyelni, a mozdulataikra egy testtudatot tanulnak ezáltal, és szerintem ez egy olyan plusz fejlődés, meg olyan fejlődési lehetőség, ami nagyban segíti a további tanulást is. És hát a Tamási Ijász Egyesületnek köszönhetően ugye kaptunk is egy kis szakmai támogatást Németh Róberttől, úgyhogy ő felkészített minket, és akkor azóta itt most már egyedül tudjuk gyakorolni ezeket a mozdulatokat, illetve a lövést magát. Magyarság epohát tanuljuk, most már ez a harmadik hete, hogy ebben vagyunk, és rendhagyó módon, hogyha már magyarság, akkor mi minden reggel a beszélgető kör úgymond helyett, meg a ritmikus rész helyett itt reggelente a mezőn töltjük az időt, és íjászkodunk, gyakoroljuk ezt a szép sportot, és hát nagyon-nagyon ügyesek, és látszik a fejlődés, hogy hétről hétre, ahogy egyre koncentráltabban, figyelmesebben tudnak jelen lenni ebben a sportban, amit így gyakorolunk most reggelente. Gyakorlatilag ebben az epohában nem történelmet tanítunk, hanem a mondavilágon keresztül ismerkednek a magyarsággal, az életmódjuktól elkezdve az öltözéken keresztül, a jurtaállítás, az ötvösség, a rovásírás, és hát az e köré szerveződött táltos és regős mondavilággal foglalkozunk az órákon. A tantárgyakat általában 3-4 hetes blokkokban tanítják a Waldorf iskolákban. A Tamási Aranyalma Waldorf iskola másodikosai az írásra hangolódtak a napindító ritmikus mozgással. Van egy főoktatás, minden reggel azzal kezdjük, 8:30-tól 10-ig, és akkor ennek van egy ilyen ritmikus része. A ritmus az egész Waldorfban nagyon-nagyon fontos, az egész arra épül rá, mert az így összerendezi az embert, az állandó ritmus és a testüket is, tehát hogy akkor tud így a épp testben, épp lélek mozogni, minél többet mozognak, énekelnek, és belül is egy ilyen kis ritmikus mozgás alakul ki a zene által. Szokott váltakozni, meg attól is függ, hogy milyen állapotban vannak, ha nagyon zizik, akkor egy csendesítőbb mozgást csinálunk, ha meg nagyon álmosak, akkor egy ébresztő, ritmikus foglalkozást csinálunk, úgyhogy az adott naptól is függ, meg tőlük, hogy mit csinálunk, de nyilván mondjuk egy írásepohánál, akkor írásolvasásepohánál ahhoz kapcsolódott az irányok fönt, lent, jobbra-balra, meg a finom motorikával kapcsolatos ritmikus játékokat, ezek a kendők is itt a jobbal nagyon fontos volt. A készfogásos üdvözlést követően a harmadikosok is elfoglalták a tantermeket, ahol épp nyelvóra vár rájuk. Minden évfolyamon heti 2 órában tanulnak nyelvet a diákok. Double, double, this, this, double, double, de, de, double, this, double, de, double, this, double, de, double, this, double, de.
Mi nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az alapokat úgy tanítsuk, mint ahogy a kisgyerekeknek tanítjuk meg a magyar nyelvet. Tehát mi itt első-második osztályban nagyon sok mondókát, dalt, verset, ritmust, kiszámolost, körjátékokat tanulunk, és utána ebből építjük fel a következő éveket. Például a harmadikban olyan szavakat kezdünk el írni, amiket előtte már tanultunk. És akkor ebből jönnek majd a mondatok, a versek, ebből fognak rácsodálkozni arra, hogy azt a szöveget olvasom, amit már tanultam. És ebből építjük majd fel később a nyelvtant is, mert ők első-másodikban nem tudják azt, hogy a folyamatos jelen tanulom ebben a versben, de ezt majd mi 4., 5., 6. osztályban elő tudjuk venni, és fel tudjuk ismerni a nyelvtani szabályokat belőle. Nagyon mozgékony itt az oktatás, tehát mi első-másodikban például nem is nagyon ülünk le, füzetmunkánk csak annyi, hogy rajzolunk a füzetbe, és harmadikban lép be az, hogy az órának a második felében már dolgozunk füzetbe, de látni fogjátok, hogy énekelünk, mondókázunk, mozgunk nagyon sokat, mert mi azt gondoljuk, hogy a mozgás által nagyon sokra vissza tud majd emlékezni, nagyon sok mindent meg tud élni, és így jut be igazából a gyereknek a nyelv is, meg hát minden más tantárgy is. Az iskola szeretettel várja az érdeklődőket a november 19-i Márton napi vásárba.